várjuk, ide fog jönni, ugye? 25-ös, igen. Nézem, hogy olyan csak felé. Minden jó szépen látom. És mit, hadd kérdezzem meg egyébként, ez lesz a jövő, vagy mit? Ez. Én most vezetünk, én itt pár verben. Hát, nincs, van ez a zöld busz program, most beletett a kormány pénzt. Lehet pályázni. Hát nyilván lesz egy együtt élés a dízelet és a... Köszönjük szépen, jó munkát! A buszon. Az elektromos csodám. Igen, hát ha autóbusz, akkor Ikarus, és ha Ikarus, akkor Székesfehérvár, hiszen a Ikarus a mi buszgyártónk, fehérvári buszgyártó, és valóban egy elektromos buszon ülünk, amely most egy hónapig, ma éppen a 25-ös vonalán közlekedik, minden nap más vonalon, és a székesfehérváriak, és az érkezők ebben az egy hónapban kísérletképpen ingyenesen használhatják minden nap azokon a járatokon, ahol a busz közlekedik. Hogy miért jó az elektromos busz, bár drágább az előállítása, mint egy hagyományos dízelmeghajtású autóbuszé, de az üzemeltetése jóval olcsóbb, és természetesen nem a környezetet sokkal-sokkal kevésbé terheli, és büszkék vagyunk arra, hogy ez a busz itt készül Székesfehérváron, a mi városunkban, mi gyárunkban, az Ikarusban, és több mint 50%-ban magyar terméket, magyar, nem csak magyar munkaerőt készítette, és magyar munka van benne, hanem 51%-ban magyar alkatrészek is, és ezt a sorozatgyártásnál az Ikarus növelni is fogja majd. A kormány elindított egy zöld busz programot, amelynek keretében a városok pályázhatnak elektromos buszokra, és így fogunk tenni, mi is itt Székesfehérváron pályázatot nyújtunk be, és szeretnénk még több elektromos buszt vásárolni, és egy forgalomba állítani Székesfehérváron. Azt hiszem, nagyon fontos még ebben a hónapban tudnunk azt, hogy hol közlekedik. A székesfehérvár.hu város honlapján megtalálható, hogy mikor, melyik nap, melyik útvonalon, melyik vonalon közlekedik az elektromos busz. Én nem vagyok egy elektromos autó és egy elektromos busz szakértő, de én úgy gondolom, hogy jóval halkabb és főleg környezet kímélőbb. A hatótávolsága is biztató, 200-250 kilométert tud megtenni a busz. Ez most naponta, itt februárban ezeken az útvonalokon 150 és 200 kilométer körüli távot tesz meg, és éjszaka töltik természetesen. Hogyha egy nagyobb elektromos autóbuszparkunk lesz itt Fehérváron, akkor természetesen a megfelelő hátteret, infrastruktúrális hátteret ki kell építeni hozzá. Most a Balatoni út Jancsár köz sarkán fogunk a körforgalomban befordulni a Jancsár közbe, és a Horvát István úton megyünk Széchenyi út, Várkörút útvonalon. Nem tudom, mennyire lehet hallani, hogy jóval halkabban üzemel, mint egy dízelüzemű autóbusz. Sokkal másabb vezetni ezt a fajta buszt? Finomabb. Tessék? Finomabb. Finomabb? Vannak dolgok, amit változtatni kell. És olyan, mint a Dodge-em. Vizsgázés fék. Nem egészen. Nehézzen. Elektromos járműveket azért lehet okosan vezetni.
Igen? És ebben a fék milyen rásegítéssel dolgozik? Visszatölt. Az első 7%-a csak visszatöltés. És a vezetéséhez kellett valami különleges kiképzést kapni? Szeretnék egy ilyet, az biztos. Hogy tetszik? Nagyon jó. Én elektromos autóba egyszerű ültem. De nem jön valami óriási távon. Az újabb verzió az még jobban néz ki szerintem egyébként. Igen? Mindenki megnézi. Köszönjük szépen, viszontlátásra! Viszontlátásra! Jó hétvégét! Na, hát ez szuper volt!